Volt már szó a Germán Gyógytudomány webkonferencián, a kedvesti webkonferenciákon a diabétesről, de miután sikerült megszereznünk Hammer doktor munkáit, és már nem csak a Germán Gyógytudomány tudományos táblázatának a forrásanyagát használtuk, hanem kibővítettük a tudásunkat, ezért úgy gondoltuk, hogy sokkal mélyrehatóbb információt tudunk átadni mindenkinek arról, hogy mi a diabétesz valós oka, illetve hogyan működik ennek a terápiája a Germán Gyógytudomány szempontjából. A ma este is, mint mindig, minden kedvesti webkonferencián az előadó dr. Budai László Károly, orvos természetgyógyász, Germán Gyógytudomány terapeuta, aki arról is be fog számolni önöknek, hogy mi a Germán Gyógytudomány kifedezte fel, megismerkedünk az öt természettörvénnyel, ami nagyon fontos ahhoz, hogy meg is értsük, hogy hogyan működik a biológiai testünk, mitől betegszik meg és hogyan gyógyul meg. Mindezt ma a diabétesz tárgyköréhez kapcsolódóan fogják hallani, fogadják nagy szeretettel dr. Budai László Károlyt. Ahhoz, hogy az itt következő fejtegetéseket teljes mértékben megértsük, feltétlenül szükséges megismerkednünk a germán gyógytudománnyal. Ezzel kezdi Hammer doktor a diabétesről szóló részt. Ugye tudjuk, és éppen 3 nappal ezelőtt tettük ki a Facebook oldalunkra is, hogy 40 éve annak, hogy dr. Rikegert Hammer fiát, Dirk Hammert két halálos lövés érte augusztus 18-án 1978-ban a Korzika szigethez tartozó Cavallo sziget kikötőjében. Ez a váratlan történet teljesen fejreállította Hammer doktori addigi életét, és bár Hammer doktor 111 napon keresztül küzdött a fia életben tartásáért, megmentéseiért, december 7-én meghalt a karjai között. Hammer doktor a fia elvesztésére biológiai válaszként egy heredaganatot képezett, amit nagyon hamar, már 2 hónap múltán hát szemmel látható volt, és hát akkor sebészileg ezt megoldották, és bár azt is mondták a kollégák Hammer doktornak, hogy 1% esélye van a túlélésre, hiszen tele van áttétekkel, hogy mondta egész has. Hammer doktor érdekes módon ezt a történetet 1979-től még 2017-ig tökéletesen megoldotta. Szóval a fiának az elvesztése volt az, és a fenti történet, ami elvezette Hammer doktort az öt biológiai természettörvény felismeréséhez. Az első biológiai természettörvényt a rák vastörvényének nevezte, hiszen akkor még nem tudta, hogy további 4 biológiai természettörvényt még fel fog fedezni, és ennek a törvénynek a közzététel 1981-ben történt meg, és ezzel kapcsolatosan is volt webkonferencia anyag egy méhnyakráknak a története a 40. eset bemutatásakor. Ugye elmondtuk, hogy Hammer doktor még csak az első biológiai természettörvényt ismerte, és akkor már tudta, hogy 10 millió az egyhez az arány azzal kapcsolatosan, hogy a rákvas törvénye megállja a helyét, és ez be is bizonyította. A rákvas törvényének a lényege, hogy mindig egy nagyon váratlan, meglepetésszerű, érzelmileg megérintett drámai történet az, ami elindít bennünk egy biológiai választ, egy nagyon súlyos érzelmi konfliktusról van szó. Természetesen ilyenek mindig lesznek az életünkben, ezek előfordulnak, de kérdés, hogy meddig ülünk benne, meddig maradunk benne a konfliktusba, és mennyire magányosan éljük meg ezt a történetet. Mert ez fogja meghatározni, hogy mindaz a lelki megrázkódtatás, ami az agy közvetítésével egy szervi elváltozást indít el,
hogy mindez milyen hosszú ideig tartó és milyen súlyos szervjelváltozásokat okoz. Ne feledjük el, hogy a biológiánk mindig az itt és mostban él, a pillanatra reagál, de ha mi hosszú időn keresztül benne maradunk a konfliktusban, akkor hosszú időn keresztül késztetjük a biológiánkat arra, hogy a túlélésünk érdekében bizonyos változások végbe menjenek a szervezetünkben. És az is nagyon lényeges dolog, hogy a sinek, vagyis azok a körülmények, amelyek jelen voltak a konfliktus pillanatában, el fogják indítani a programot mindenféle konfliktus nélkül. És ezek azok az érthetetlen dolgok, amelyek ugye az embereket meglepik, hogy teljesen jól érzi magát, és aztán mit ad Isten, mint derültékből a villámcsapás ismét megbetegszik. Ne feledjük el azt sem, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Nem az számít, hogy mi történt valójában, hanem hogy mi is az egyének erre a reakciója. És ebben a példában, ami Hammer doktor könyvéből való tudományos táblázatból, szerepel egy olyan konfliktus, hogy félelem-undor konfliktus, tehát ha egy hölgy kinyitja az ajtót és ágyban találja a férjét egy másik hölggyel, akkor mondjuk egy prostituáltal, akkor egyszerre meg is ijed és meg is undorodik, és ennek a biológiai következménye a túl alacsony vércukorszint kialakulása lesz, amit az egyén úgy érzékel, hogy hát újra meg újra éhségérzet kapja el, és az éhségérzet miatt hát nyilván gyorsan harap valamit, és ezzel a dolgot lerendezte. Ezért ezek nem kerülnek diagnosztizálásra. Ha viszont egy ilyen hölgy várandós lesz, a hormonális változás következtében a terhességi diabétesz ki fog alakulni nála, illetve amikor a klimax beáll, ugye az is hormonális változás, akkor az addigi alacsony vércukorszintek magas vércukorszintbe fognak átcsapni, tehát ki fog alakulni a diabétesz. A többi megélésre most nem szeretnék reflektálni, de ebben a példában is tökéletesen benne van, hogy ameddig nem oldja fel valaki érzelmileg mindazt, ami vele történt, addig nem lesz semmilyen változás az életébe, addig a sinek gondoskodnak arról, hogy újra és újra elinduljon ez a program. A második biológiai természettörvényben ugye Hammer doktor tisztázza, hogy minden biológiai program két szakaszban zajlik, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasz. Az egészet ugye a DHS indítja el, és ez a DHS azt jelenti, hogy a váratlan meglepetésszerű történet az bekövetkezett az életünkben, és a konfliktus aktív szakaszban hát a stressznek megfelelő tüneteink lesznek. Egy feszült ideges az egyén, nem tud elaludni, ha elalszik, felébred, izzad a keze, izzad a lába, gyorsabban ver a szíve, szapora a légzése, és emelkedik a vérnyomás, hogy csak a legáltalánosabb dolgokat mondjam el. A megoldási szakasz, a KM, a konfliktus megoldását jelenti. Ebben az esetben ugye a biológia helyre teszi mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban már a túlélésünk érdekében tett. A megoldási szakasz első részét exudatív fázisnak nevezzük, hiszen folyadék áramlik be agyi szinten is és szervi szinten is. Az agyi szintű folyadékbeáramlás fejfájást okoz a betegnek, ugyanakkor nagyon levert, gyengének érzi magát, és a gyulladás tüneteit érzékeli, ha sejtszintű programról van szó, vagyis a rubor, tumor, kalor, dolor funkció lézár, ez természetesen megjelenik. Ez minden értelmes biológiai külön programban ugyanígy zajlik le, tehát minden esetben két fázisban, a konfliktus aktív és megoldási szakaszban mutatkozik egy betegség lefolyása? Igen, mindig így jelentkezik, két szakaszban, két fázisban. Persze a tünetek azok változóak, mert például, hogyha nem sejtszintű építésről, lebontásról van szó, hanem funkcióváltozásról,
ugye akkor itt gyulladásos tünetek nem fognak jelentkezni értelemszerűen. De ne fussunk ennyire az elejére, kell néhány alapvető dolgot tisztáznunk, mert lehet valaki csak most hall először az egy biológiai törvényről. Pontosan erre szerettelek volna kérni, tehát azt mondtad, hogy a konfliktus aktív szakaszban hidegek a kezek, lábak, ezért kék színnel van jelezve, tehát van ennek jelentősége, és a piros az a meleg szakaszpont, mint a hétköznapi ember ismeri a hideg-meleg jelzését. De látunk itt középen valamit a két piros mezőben, az a fölfelé ívelő kéknyíl mit jelent? Azt úgy hívjuk, hogy epileptoid krízis, ami epilepsziás görcsroham lesz akkor, ha maga a konfliktus egy mozgással kapcsolatos történet volt. Az epileptoid krízis a legveszélyesebb része minden értelmes biológiai különprogramnak, és természetesen, amint látjuk itt megint kék színnel jelölve, még fokozottabban éli meg az egyén mindazt, ami a konfliktus aktív szakaszban volt, de ennek értelme van. Nem megölni akar minket a nagy természet, hanem ez az a szakasz, aminek a következtében az ödéma, vagyis a vízgyülem magyarul, kiürül mind az agyi központokból, mind pedig szervi szinten, és aztán mondhatjuk úgy is, hogy következik a pisi szakasz, tehát rengeteg vizeletet ürít a beteg, többet, mint amennyit megivott, és jön még egy nagy zuhanás, egy vagotóniás zuhanás, ami annyit jelent, hogy ismét a meleg tünetek, a nagy fáradékonyság, hát az extrém fáradtságnak az állapotát éli meg a páciens, de itt kéne a legboldogabb legyen, mert már túl van a nehezén, túl van a gyógyulásnak a felén, és már csak napok, esetleg egy-két hét választja el őt attól, hogy teljesen meggyógyuljon. Ez zajlik le akkor, hogyha a konfliktus teljesen megoldódik, de mi a helyzet például a krónikus betegségek esetén? Akkor hogyan mutatkozik meg a program lefutása? A krónikus betegségek azért alakulnak ki, mint mondtam, mert benne ragadunk a konfliktusban. Itt van az első görbe, pontosan azt mutatja, hogy a meg nem oldott konfliktus mit fog okozni? Egy hosszantartó konfliktus aktív fázis, csak hogy ez teljesen lemeríti a szervezetet. Nem lehet állandó stresszben élni, nem lehet állandó félelemben, rémületben, feszültségben, pokolban élni. Ezt a biológiánk nem bírja ki. Természetesen vannak elakadt programok, ilyen a policiklikus lefolyás, amint látjuk itten, a konfliktus megoldásán ugyan túl van az egyén, de újra és újra elindulnak a programok. Miért? Mert dolgoznak a sinek. Miért? Mert nem történt meg érzelmileg a konfliktus feloldása. Értsük meg, hogy ha valami érzelmileg indít el bennünk egy értelmes biológiai programot, akkor azt érzelmileg kell megoldani, vagy nem lesz megoldva, és a sinek gondoskodnak arról, hogy a recidivák történjenek, ugye ezt a mai medicinában a recidivának nevezik, amikor valaki úgymond meggyógyul valamiből, aztán újra keletkezik. De vannak olyan történetek is, amikor függő gyógyulásról beszélünk, és itt azt jelenti, hogy a konfliktus megoldása utáni szakaszban a gyulladásos tünetek dominálnak. Ezek a kicsi kék részek, ezek csupán arról szólnak, hogy rövid idő alatt újra meg újra sínre kerül a program, újra meg újra elindul a megoldás, de nem jutott el még az epileptoid krízisig sem. Tehát itt krónikus gyulladásos tünetek fognak megjelenni. És természetesen, hogy ennek meg lesz a következménye. Hammer doktor könyvéből idézve a következőket írta le ebben a diabéteszről szóló előadásában. Az agytérképek, amelyeket először 1983. augusztusában és szeptemberében állítottam össze, tartalmazzák az agy minden részéhez tartozó szervet és minden szervhez kapcsolódó konfliktus tartalmat. A konfliktus megoldás esetén a rák vastörvénye és a megbetegedések két fázisú lefolyásának törvénye az előfeltételeit képezték annak, hogy felfedezzem a harmadik biológiai természettörvényt, azaz a rák és a rákkal egyenértékű megbetegedések ontogenetikailag meghatározott rendszerét.
Ez a törvény nem csupán a rákos megbetegedésekre korlátozódik, hanem a rák ekivalensekre, vagyis a rákos megbetegedésekhez hasonló, tehát minden megbetegedésre is érvényes. Hogy érthető legyen mindenkinek, tehát a rák és a rákkal egyenértékű megbetegedések ontogenetikailag meghatározott rendszere, ez annyit jelent, hogy Hammer doktor leásott egészen az embriológiáig. Meghatározta, hogy, illetve hát tudtuk, mert mindannyian orvosként levizsgáztunk embriológiából, de újra tanulmányozta az egész embriológiát, és meghatározta, hogy melyik csiralemezünkből milyen szervek, milyen szövetek alakulnak ki. És ezért van az, hogy ez az egész germánygyógytudomány egy alapvető tudomány, hiszen az embriológiából indul ki, az alapokból. Vagyis mi történik 9 hónap alatt az anyaméhben? A megtermékenyített petesekből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk, mint ahogy az elvetett magból kinő a növénynek a gyökere, szára, levele, virága, mindene. A mély nyálkahártyával, anyai mély nyálkahártyával való kapcsolatfelvétel előtt a szedercsira állapotban lévő embrió a 3 csíralemezre osztódik, és a sárga, a narancs és a piros szín a 3 csíralemezt ábrázolja. Láthatjuk, hogy a sárga csíralemezből származó sejtjeinket az agytörzs irányítja. Az agytörzs azokat a biológiai programokat irányítja, amelyek egyáltalán a túlélésünkhöz szükségesek, vagyis a táplálék, a levegő és a víz biztosítását. Ugye ahhoz, hogy életben maradjunk, erre a 3 feltételre van szükségünk, táplálékra, vízre és levegőre. És itt látjuk a tápcsatornának az ábrázolását ezen az alsó babán. A narancssárga mezodermának nevezett csíralemezből kialakul minden, ami középen van. Mezoderma középső csíralemezt jelent. Amint látjuk ezt a sejttömeget, ami ebből a középső csíralemezből alakul ki, 2 idegi képlet vezérli, a kisagy, és fölötte látható ez a kifliszerű, metszetben kifliszerű narancssárga képet, ez a fehér állomány, avagy agyvelő. Nos, a középső csíralemez sejtjeit, amit a kisagy vezérel, mindig a támadásra, a bemocskoltságra és a gondozásra fognak sejtszaporulattal reagálni. A lényeg az, hogy a gondozási konfliktus az mindig az emlőmirigyek túlszaporodását fogja jelenteni, mert valaki túlzásba viszi az aggódását egy szeretett élőlény iránt. És ez a szeretett élőlény, kérem szépen, nem csak családtag lehet, lehet egy szeretett házi állat is. Az aggódással és a bosszankodással semmit nem oldunk meg, úgyhogy erről a két hát szokásunkról nagyon gyorsan le kellene mondanunk, hiszen nagyon súlyos megbetegedések forrásai ezek az érzések. Természetes, hogy egy hölgy lelkileg úgy van összerakva, hogy aggódik, de nem mindegy, hogy milyen erősen, és milyen sokáig, és milyen gyakran. A támadás, bemocskoltság konfliktusokat az írha fogja számunkra megoldani. Az írha a bőrnek a középső rétege, és természetes, hogy ez is támadásra, sejtszaporodással fog reagálni, de ide tartoznak még a burkok, a hashártya, a mellhártya és a szívburok is. Az agyvelő az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinket veszi, ugye, lélek, agy, és a szervi szinten pedig a mozgásrendszerben fog megnyilvánulni, és mivel az önleértékelés egyenlő önpusztítás, ezért a mozgásszervekben, konfliktus aktív szakaszban a sejtek sorvadása indul el. Ugye a mozdulat véghezviteléhez szükségünk van csontokra, a csontokat összekötő ízületekre, szalagokra, a csontokat elmozdító izmokra,
az izmokat ellátó erekre, osztóér, gyűjtőér, nyirokér, és a kötőszövetre, zsírszövetre, ami a plusz energiát adja a mozdulathoz. Tehát ez a felsorolt öt szövet lesz az, ami önleértékelésben mindig sor van. Az önleértékelés témája meghatározza, hogy melyik testrészünkön indul el a sorvadás, az önleértékelésnek az erőssége pedig meghatározza azt, hogy adott helyen melyik szövetek lesznek érintettek. Például, ha valakinek az igazságtalanság a legnagyobb problémája, akkor mindig a nyaki szakasz lesz érintett. A legsúlyosabban megélt igazságtalanság velem szemben a nyaki csigolyákat fogja érinteni. Ha kevésbé érintett meg ez a történet, de azért mégis ott van, jelen van, akkor érinti az izmokat, érinti az ereket, az osztóereket, és ez pedig egyre fokozottabb nyaki érszűkülethez vezet. Milyen érdekes, hogy van 40 ezer kilométernyi erünk, és csak a nyaki szakasznak az ere szűkül be valakinél, vagy éppen csak a lábszárnak az erejé. Szóval, vagy éppen csak az agyi erek. Tehát itt mindig az önleértékelésnek a témája fogja meghatározni, hogy melyik részen indul el adott szervnek, szövetnek a sorvadása, majd megoldásban a visszaépítése. Ne feledjük el, hogy az önleértékelés az egyetlen olyan biológiai program, amelynek a biológiai értelme a megoldás végén valósul meg, hiszen lebontjuk azt, ami nem jó, hogy helyette szebbet, jobbat, erősebbet építsünk. Az összes többi programnál a biológiai értelem a konfliktus aktív szakaszban valósul meg. A piros színnel jelzett ektoderma, vagyis külső csiralemez sejtjeit az agykéreg irányítja, ugyanakkor az agykéreg a működés változást is irányítja. Ha a sejtek szintjén nézzük, akkor látjuk itt ezt a piros babát, ami az elválasztási konfliktusra utal. A bornak a külső rétege, amit mindenki lát, ugye a felhám, az egy olyan laphám, ami az elválasztási konfliktus hatására sorvad, a megoldásban visszaépül. Akit részletesebben érdekel a bőrrel kapcsolatos, mondjam azt, hogy tünet és megoldás, az nézze meg a bőrről tartott webkonferenciát. A laphám nyálkahártyákat az agykéreg irányítja, és ez a birtokkal kapcsolatos konfliktusok során kerül sorvasztásra és visszaépítésre. Amint mondtam, az agykéreg az mozgásnak a kivitelezésében is szerepet játszik, vagyis itt van a haráncsikolt izmokat irányító mozgatóközpont, de itt van az összes érzékszervünket, az összes érzékszervünkből érkező információknak a vevő reléje, és a hallás, a látás, a szaglás, ízérzés, tapintás, ezek mind ide az agykéregbe érkeznek. És itt van a vércukorszintet szabályozó relé is, és nyilván, hogy ezek a történetek, ezek nem a sejtek bontásával, építésével, hanem pontosan a működés változással állnak kapcsolatban. Az embriológiában Hammer doktor tehát rámutat arra, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, minden, amiről a medicina szól, gyakorlatilag három dolog, vagy a sejtek szaporodása, vagy a sejtek sorvadása, vagy a működés változása. Nincs más, ami a biológiánkban megtörténhet. Mivel sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Nyilvánvaló, ha a konfliktus aktív szakaszban építettünk sejteket, hogy a táplálékfalatot, a levegőfalatot elkapjuk, akkor ezeket a sejteket le fogjuk bontani a megoldási szakaszban, gyulladásos folyamatok kíséretében. Azt említetted az előbb, hogy a falatkonfliktusoknál konfliktus aktív szakaszban sejtépítés zajlik, a megoldásban pedig sejtbontás. Mi segít elbontani, vagy egyáltalán ezt a bontást mi végzi? Hogyan lehet ezt elképzelni? Mindjárt bemutattam a segítőinket is.
de a fordítottja is igaz a történetnek, ha először sorvasztottuk a sejteket, akkor vissza is fogjuk építeni, és itt is vannak segítőink természetesen. Viszont ha működést változtattam a konfliktus aktív szakaszban, akkor a megoldási szakaszban a működést helyre fogom állítani, és ez egy nagyon jó hír a cukorbetegek számára. Itt vannak a mi segítőink, ugye? Csíralemezhez kötötten segítenek, a gombák és a gombabaktériumok, a TBC baktériumok segítenek lebontani a felesleges sejteket. A baktériumok és a vírusok pedig segítenek visszaépíteni az elsorvasztott sejteket. Természetesen, ha ezek feles mennyiségben vannak jelen, akkor miről van szó? Hát elakadt a program a gyógyulási szakaszban, vagyis függő gyógyulásról beszélünk. Az előbb gombákat és baktériumokat említettél, hát ezek nem az ellenségeink? Nem, kérem szépen, a velünk együtt élő gombák, baktériumok és vírusok, ezek a mi legjobb barátaink. És mint mondtam, ha elszaporodnak, akkor az megint csak a mi tudatlanságunk következménye, mert nem vagyunk hajlandók érzelmileg lezárni mondjuk egy bosszankodást. Akkor ne csodálkozzunk, ha az EPE útnak a folyamatos bontása, építése túlzott mértékben megjeleníti a hepatitis vírusokat. Vagy a féltékenység, aki folyamatosan féltékenységgel küzd, annak a mély nyak nyálkahártyáján a humán papilloma vírus természetesen kimutatható lesz. De vannak olyan baktériumok és vírusok, amelyek nem a mi barátaink, nem velünk együtt élnek szimbiózisban, hanem a kültérből származnak, és igencsak tudnak ártóan hatni ránk. Kérdés, hogy ezeket a vírusokat ártó szándékkal hozták létre, vagy már léteztek. Az ötödik biológiai természettörvény pedig rámutat arra, hogy minden, de minden a túlélést és a faj fenntartását szolgálja. És ezt egy 10 éves gyerek is látja, ha kinéz az ablakon, hogy minden, ami él, az élni akar. És ha minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, akkor nem beszélhetünk rossz indulatú, ismeretlen betegségekről, vagy gyógyíthatatlan betegségekről. Itt csak arról van szó, hogy mikor fogjuk felismerni, hogy mi a betegség kiváltásának a valós oka, és mikor fogunk a valós okok megoldásával is foglalkozni. Hammer doktor könyve alapján készült ez a mai webkonferencia, és ebben a következőket írja, hogy ezzel a túlélő felszereléssel, azaz az 5 biológiai természettörvénnyel, és a megbetegedés 3 szinten, a lélek, agyszerv történő lefolyásának jellemző tüneteinek ismereteivel, felvértezve válunk képessé arra, hogy az orvostudományban először reprodukálható értelmes munkát végezzünk a cukorbetegség esetében is. Minden esetre egy kis bevezetőképpen azok számára, akiknek nincsenek biológiai előtanulmányaik, csak rá szeretnék mutatni néhány alapvető dologra. Tudnunk kell, hogy a belső elválasztású vagy endokrin mirigyeink is az idegrendszer irányítása alatt állnak, tehát ezek sem maguktól működnek úgy, ahogy akarnak. És ezek a hormonok pedig a célszerveken fogják kifejteni a hatásokat. A belső elválasztású mirigyeknek a hormonjai a véráramba kerülnek. A külső elválasztású mirigyek hormonjai pedig a mirigyen kívüli helyre egy kivezető csatornán kerülnek, ilyen a könnymirigy, nyálmirigy, amit mindenki verejtékmirigy, amit mindenki ismer, vagy éppen a tejtermelő mirigyeink. A hasnyálmirigy egy olyan fantasztikus szervünk, ami egyszerre külső elválasztású és belső elválasztású működést is képes megvalósítani. A külső elválasztású enzimei biztosítják számunkra az emésztő enzimeket, a zsíroknak, a keményítőnek, a fehérjéknek a bontóenzimét kapjuk itten. Ugyanakkor természetesen, hogy ezek se úgy működnek, ahogy akarnak, mert van gátlóhormon, ami a megfelelő hormonszint beállításához
szükséges, és ne feledjük, hogy a hasnyálmirigy nagyon-nagyon sok hát lúgot kell tartalmazzon ahhoz, hogy a savas gyomor tartalom lúgossá változzon át. Ezt a bikarbonátot a centroacinális sejtek fogják számunkra adni. A mai estének a témája viszont ezekben a zöld szigetekben termelődő hormonoknak, az inzulin és a glukagon hormonnak a bemutatása és működése. Itt mellette láthatjuk azokat a körkörösen elhelyezkedő sejteket, amelyeknek a közepén láthatunk egy csövet, tehát az általuk termelt emésztőenzimek a csövekbe jutnak, a csöveken keresztül pedig bejutnak a patkóbélbe. A zöld színnel jelzett szigetek, a Langerhans szigetek, és ezek két nagyon fontos hormon termelnek, az inzulin és a glukagon, de természetesen az inzulin mellett, amint látjuk, az amilin is megjelenik. Mind a kettőt a béta sejtek fogják termelni. Ezeknek az a feladatuk, hogy segítsenek a cukrot lebontani, tehát vércukor csökkentő hatásuk van, vagyis ha nincs belőlük elegendő, akkor a vércukor szint emelkedik, és mivel a cukor lebontásában segítenek, ebből következik, hogy energiát biztosít számunkra. A glukagon az alfa sejtek terméke, ennek viszont vércukor emelő hatása van, ő fokozni fogja a vércukor szintet, pontosan azért, mert mindenféle forrásból cukrot állít elő a szervezetünknek a számára, és ugye mind a kettőnek a gátló hormonja a szomatosztatin, amit a delta sejtek fognak létrehozni. Néhány adat a hasnyálmirigyről láthatjuk, hogy csupán egy 80-125 grammú és elég hát lapos, 2 centi vastag mirigyről van szó, aminek a hossza 15-25 cm. De azért pánkreasz a neve a görögből fordítva, mert mikor még ugye annak idején az ókorban embert boncoltak, hússzerűnek vélték ezt a valamit, és ebből ered a pánkreasz elnevezés. Minden nyelven pánkreasz a hasnyálmirigy, de milyen gyönyörű magyar neve van. Azt mondom, hogy hasnyálmirigy, mindenki tudja, hogy a hasüregben levő nyálmirigyekről beszélünk. Ámmer doktor tudományos táblázatából való ez a kép, és itt Hammer doktor rámutat arra, hogy az ellenszegülési konfliktus az, ami konfliktus aktív szakaszban blokkolja az inzulin kiáramlást, és ezáltal emelkedik meg a vércukorszintünk, pontosan azért, hogy legyen elegendő energiánk ellenszegülni. Ha viszont a konfliktus megoldódott, akkor ennek a fordítottja fog történni, a vércukorszint helyreáll, epileptoid krízisben megint van egy vércukor kiugrás, de utána a hormonszint rendeződik. De hogyan élhet meg az ember ellenszegülési konfliktus? Azt hiszem, hogy rengeteg életterületet lehetne most megemlíteni, hogy mennyi minden ellenszegülést okoz bennünk. Ellenszegülés az a folyamat, az a viselkedés, amit egy általunk nem kívánatos esemény meggátolásáért teszünk, vagy amikor valamit nagyon nem akarunk véghez vinni, és védekezünk ennek a dolognak a bekövetkezte ellen. Ellenszegülhetünk akár valamit, valamilyen olyan dologban, amit nem akarunk megtenni, legyen ez egy újabb plusz munka, amit a főnökünk ugyanazért a fizetésért felkínál nekünk esetleg túlórában. Ellenszegülhetünk egy olyan dolognak, amiben úgy érezzük, hogy kicsit belerángatnak bennünket, nem akarjuk ezt a folyamatot vállalni, de ellenszegülés kialakulhat egy viselkedés formává is változhat. Vannak olyan ismerőség mindannyiunknak, akiknek a kedvenc szavuk is, a leggyakrabban használt szavuk is a nem. Az ellenszegülés egy nagyon érdekes folyamat, mert annyira természetünké tud válni, hogy
fel sem figyelünk arra, hogy már megint valami ellen harcolunk és küzdünk. Az ellenszegüléssel túlzottan rendelkező embert onnan lehet felismerni, hogy már annak is ellenszegül, hogy egyáltalán felismerje az ellenszegülését. Nagyon érdekes tapasztalataink vannak ebben a témában. A diabétesz kapcsán nagyon sokszor felmerül egy-egy konzultáción az ellenszegülési konfliktus, mert a kedves beteg azt mondja, hogy én nem vagyok ellenszegülő, tehát már maga az a vehemencia, amivel ezt tagadja, és nagyon érdekes. Nagyon sokszor ellenszegüléssel hárítunk, ellenszegülünk mindennek, nem akarjuk, nem úgy akarjuk, nem akkor szeretnénk, vagy nem abban a sorrendben, ahogy az élet ezt felkínálja. Az ellenszegülés nagyon keményen tud hárítani, folyamatosan kerüli azokat a helyzeteket, amiket nem kívánatosnak tart, akár heves vitával, akár mutogatással, a másik megbántásával, akár olyan nagyon aktív és nagyon felpörgött életmóddal is, hogy na én inkább ezt nem csinálom, és ilyenkor vannak a hangosan becsapódó ajtók, és azok a helyzetek, amelyek a családi élet során ismerősek lehetnek, ezt a családon belül fekete birkáknak, fekete bárányoknak szoktuk nevezni, akik folyamatosan a családi normatíva ellen próbálnak küzdeni. Gondoljunk csak a kamasz gyerekeinkre, az ellenszegülést milyen magas szinten tudják megmutatni az életben. Azt gondolom, hogy ezzel a konfliktussal mindenki találkozott már legalább egyszer, ha más nem, akkor a szomszédból átszűrődő zajokból tudja, hogy éppen egy ellenszegülési konfliktus zajlik a szomszéd lakásban. Viccet félretéve, annyi mindennek tudunk ellenszegülni, és ez az ellenszegülés egy fantasztikus segítség a biológiának, ugyanis konfliktus aktív szakaszban pontosan az ellenszegülés tárgyát képező eseményre készít fel, ezért van ez a megemelkedett cukorszint, hogy még erősebben, még vehemensebben tudjon kiállni valaki a saját érdekei képviseletében. Az a gond, hogy ezt nem csak egyszer zajlik le az életünkben, hanem viselkedés mintává válik. Gondoljunk csak arra az ősemberre, aki találkozik a mamuttal először. Ha az ellenszegülése lett volna a megküzdő stratégiáinak az egyik legjobb eszköze, akkor már az ősember nem létezne. Tudjuk azt, hogy a mamut sokkal erősebb volt nála. Viszont ha egy üs vagy fus helyzetben, ott, ahol épp győzedelmeskedhetett volna, vagy ott, ahol valós esélye lenne a küzdelem győztes lefolyásával kapcsolatban, ott mennyire segíti az ellenszegülés, hiszen pontosan azokat a dolgokat, amiket nem akart, ezzel az ellenszegüléssel tudta elkerülni. És vagyis, bocsánat, vagyis igaza van Hammer doktornak, hogy értelmes, biológiai, külön program. Különben nem indulna el, hanem ellenszegülnék, így van? Igen. Az ellenszegülésnek tehát biológiai értelme van, ami viszont rendeződik a megoldási szakaszban. És ne feledjük, hogy itt működésváltozásról beszélünk, hiszen az agyi parancsra megfékeződik az inzulinnak a kiáramlása innen a Langerhans sejtekből, és ez fog elegendő cukrot biztosítani, hogy legyen erőnk az ellenszegüléshez. Igen, itt említetted, hogy működésváltozás, de hadd nevezzem ezt személyiségváltozásnak is, hiszen az ellenszegülés az egy személyiség jegyé válhat. Egy folyamatosan nagyon erős akaratú emberről van szó. Ezt az embert nem úgy kell elképzelni, hogy állandóan csapkod és üvölt, néha ez az ellenszegülés teljesen némán zajlik végbe, méghozzá egy ökölbeszorult gyomor által. Lehet, hogy az, aki éppen ellenszegül, ennek hangot sem ad. Ez a legfontosabb az egészben, hiszen a DHS feltételei az, hogy magányosan élje meg, tehát hogy ne tudjon erről beszélni. Nagyon sokszor az ellenszegülés az csak bennünk jelenik meg egy gúnyos mondatban, vagy egy belső monológként, de ez nem nyilvánul meg akár verbális kommunikációval. Ez nagyon-nagyon értékes hozzáfűzés volt, és nagyon köszönöm Rékának. És itt a következő helyzetben viszont én úgy gondolom, hogy ez mindig csendben zajlik le, az undorfélelmi konfliktus.
ez az, amit csak magunkban fogunk megélni, és megint teljesül a DHS-nek az öt kritériuma. Itt ugye undorfélelemről van szó. Meg is ijedtem a DHS kapcsán, és meg is undorodtam. De ha én megundorodtam, akkor ugye természetesen nem eszem. Itt is szükség van viszont cukorra. És pontosan az undor vezet el engem ahhoz, hogy mégiscsak egyek, hogy mégiscsak legyen elegendő cukra az izmok ellátásához és az vércukorszintnek a létrehozásához. Tehát ha megvizsgáljuk, mind a két program a vércukorszint emelkedéséhez kell, hogy vezessen. Az undorfélelemnek is ez az értelme, hogy emelkedjen a vércukorszint, hogy rendelkezésre álljon elegendő cukor ahhoz, hogy életben maradjunk. A megoldási szakasz természetesen a vércukorszint helyreállításáról szól, ami epileptikai krízisben lehet még egy hipózás, tehát a vércukorszint csökkenés, és utána minden rendbe is jön. A undorfélelmi konfliktusra mondtam egy példát rögtön az elején, ugye kinyitja az ajtót a feleség, és ott találja a férjét egy prostituáltal, vagy ne adj Isten egy másik férfival az ágyba, hát meg is ijed, meg is undorodik. De én azt hiszem, hogy nem kell ennyire messzire menni. Vannak egyszerűbb, gyakrabban előforduló undorfélelmek. Igen, én azt gondolom, hogy mindig az extrém példa egy nagyon jó felkeltő példa lehet, viszont a hétköznapi élet sokkal szélesebb skálát mutat erre az undorfélelem konfliktus bemutatására. Szeretnék a gyerekkortól fölfelé indulni, tehát mi lehet egy gyereknek az undorfélelme? Hallottunk olyan esetekről, ahol a falun élő családban egy disznóvágás jelentette egy undorfélelmi konfliktust, hiszen a kis disznót is nevelték, a kis malacot sokáig, és aztán levágták. Konkrét történetet is hallottam egy gyerekről, aki megkérdezte a nagymamáját, hogy akkor engem mikor vágtok le, mert látta azt, hogy a kis malacot is felnevelték, aki ugyanolyan gyerekként kezdte ebben a családban, mint ő, és ezért a disznóvágás folyamata sem egy kellemes illatokkal eltöltő folyamat, és ez undort is jelentett számára, és félelmet is. Ugyanez az undorfélelem konfliktus lép fel akkor, amikor egy gyerek túl korán találkozik a szexualitással. És itt meg kell említeni a szülők felelősségét, hogy ezt milyen korban, milyen korán és milyen szinten próbálják a gyereküknek elmondani. Általában erről szól a legkevesebb információ a családban, és ilyenkor a gyerek az internetes böngészőkön keresztül próbál tájékozódni, és nem biztos, hogy a legkellemesebb oldalát, vagy a legromantikusabb oldalát találja meg ennek a szexualitásnak például az interneten, és nagyon komoly, akár perverziókat is tartalmazó dolgokat is láthat, ami undorítja is, és fél is tőle, hogy ezt majd egyszer vele fogják elkövetni, végigcsinálni. Undorfélelem konfliktus lehet bármilyen olyan esemény, amitől egyszerre undorodik, gyomorforgatónak vél, és fél is attól, hogy ez rá is jellemző, vagy vele is bekövetkezik. Felnőttként például, vagy még maradjunk a gyerekeknél, undorító és félelmet keltő az, amikor egy részek családapa az épp kismamát ütlegeli a konyhában, és nagyon komoly történetek vannak ezzel kapcsolatban is, hogy milyen sérüléseket hoz ez a folyamat a kisgyerek életébe. Undorító például a válás alkalma is, amikor egymásra különböző jelzőket mondanak a szülők, és a gyerek fél bármelyik felet is közel engedni magához, mert mindig a másik fél támadását kapja meg. De félünk és undorodunk egyszerre, mondjuk egy vérvételtől gyerekként. Undorító az, ahogy belünk szúrják a tűt, és végignézzük azt, hogy ott kicsorog a vérünk. De itt nem a vér a fontos, tehát nem vérkonfliktus, vagy vérrel kapcsolatos konfliktus az elsődleges, hanem az, hogy ettől undorodik, és fél is tőle. Ezt általában
a nem jól megbeszélt orvosi kivizsgálások során élik meg a gyerekek. Ráadásul anyuka is kiszalad ilyenkor, hogy ő ezt nem nézi, tehát ezzel is támogatja ezt a helyzetet, hogy félni kell tőle, nem tudja anyu se végignézni, és undorítja az a dolog. Rengeteg olyan helyzet akad még, ami ehhez az érzelemvilághoz kapcsolódik, de akár kismamaként is megélheti egy áldott állapotban lévő jövendőbeli anyuka, hogy undorítónak tartja azt, hogy neki még mindig a házastársi kötelességét kell ellátnia, viszont fél bevallani azt, hogy ő erre már nem igazán vágyakozik. Ez is egy undorító és félelmetes dolog. És akkor hadd mondjam még a diabétesz kapcsán, ha már ez a téma, azt gondolom, hogy az inzulin beszúrása sem egy teljesen kellemes, élvezetes folyamat, és nagyon sokszor maga a szúrás is egy undorító dolognak tűnik. Egyértelműen az ember nem arra van kitalálva, hogy hasba szúrja önmagát naponta többször, és félelmet is kelthet, mert ha ezt nem teszem, akkor ennek ilyen vagy olyan következményei lehetnek. Hát ez nagyon-nagyon tökéletes összefoglalása volt mindennek, amiről itt szó esik, és a lényeg pedig az, hogyha az ember mind a kettőt megéli, az undor félelmet is, meg az ellenszegülést is, hát akkor a kettes a típusú diabétesznek nevezett kórkép alakul ki, hisz két ellentétes parancsot adunk a szervezetünknek, az egyik az, hogy csökkentse, a másik az, hogy emelje a vércukorszintet. Nyilvánvaló a túlélést az emelkedett vércukorszint biztosítja, és ezért lesz egy idő után a vércukorszint magas. Illetve az egyes típusú cukorbeteg, aki megéli az inzulin beadásával kapcsolatosan az undorfélelmet, akkor képzeljük el, már magas a vércukra, kiszámítjuk, mennyi inzulint kapjon, de az undorfélelem még erre rátesz, tehát még alacsonyabb lesz a cukra, mint amennyi lenne, ha ezt nem élte volna meg. Ezek lesznek azok a cukorbetegek, akiknek a pincétől a padlásig ingadozik a vércukra, és úgymond beállíthatatlannak tűnő cukorbetegségről beszélünk. Hammer doktor ebben a könyvében nem csak a diabétesről, hanem egyéb konfliktusokról is írt. Tehát, hogyha az ellenszegülés és undorfélelem mellett még a birtok területen is elszenvedünk egy konfliktust, akkor kérem szépen a játék sokrétű, hiszen itt látjuk a cukorreléket ezen a szinten, és ugye a birtokrelék azok jobb oldalt, ezen az oldalon a férfias, bal oldal pedig ugye a nőies birtokzónák találhatók. Ezekről részletesebben a Casanova Linfomán konstellációk során is beszéltünk, illetve még a tápcsatornával kapcsolatos történetekben is szó volt. Itt most egész részletesen meg fogjuk érteni, hogy egy jobbkezes nő, amíg szabad jobb oldalán, ugye megélhet egy birtokzónás konfliktust. Csak ismétlésképpen az első konfliktust mindenki a saját nemében éli meg. Jobbkezes nő a baloldali női birtokzónában fogja az első konfliktusát megélni. Ezért a második konfliktusa természetesen a birtokzónás konfliktusa a férfias birtokzónába csapódik be. Ugyanez van a férfiaknál is, az első birtokzónás konfliktusokat ők a férfias birtokzónába, tehát itt jobb oldalt fogják megélni. A második konfliktusa természetesen már nem erre, hanem a túloldalra csapódik be, vagyis a nőies birtokzónába fog becsapódni. A balkezeseknél a helyzet fordított, ha a jobbkezes nőnek a nőies oldalra csapódott be ugye az első birtokzónás konfliktusa, a balkezes nőnek a túloldalra fog a lóugrás miatt becsapódni, a lóugrást idézőjelbe téve, mert Hammer doktor nagyon szeretett sakkozni. Ő nevezte ezt lóugrásnak, tehát a
balkezes nőnek nem a női, hanem a férfi oldalra csapódik be az első birtokzónás konfliktusa, ugyanígy a balkezes férfinak nem a férfias birtokzónába, hanem az ellenoldalon, a női birtokzónába fog becsapódni az első birtokzónás konfliktusa. És akkor érthető lesz a következő, hogyha hogyan alakul ki a bulimia, ami mindig is arról szól, hogy van egy gyomorrelébe becsapódó konfliktus, és egy a glukagon központba becsapódó konfliktus. Ez a két relékel érintett legyen ahhoz, hogy a bulimia kialakuljon. De mi is az, hogy bulimia? Hát ha azokra az esetekre gondolunk, amikor a farkaséség lepel valakit, gyorsan rengeteget eszik, aztán hányni kezd, hánytatja magát, akár úgy is, hogy mechanikusan próbálja ezt a hányingert előírni, előidézni, akkor rengeteg ilyen esetről hallunk. Nagyon sok szor a médiából is ismerősek ezek a folyamatok, viszont azt gondolom, hogy mindenkinek van legalább egy olyan ismerőse, aki ezzel a programmal küzdött, vagy akár egy rövid epizód életének egy rövid epizódjában ezzel a problémával nézett szembe. Az önmeghánytatási folyamat, ami akár, mint ahogy az előbb is mondtam, azzal mutatkozik meg, hogy ledugja az ujját a torkán, hogy a túlzott mértékben behabzsolt étel az távozzon és ne szívódjon fel, akár olyan módszerekről is hallunk, hogy olyan italokat isznak, amik hányást produkál, vagy gyorsan hashajtót vesznek be, ami más módon serkenti ennek a tápláléknak a fel nem szívódását. Ott minden esetben erről a problémáról beszélnünk kell. Kettő darab konfliktus okozza, hogy Karesz is elmondtak. Szeretném, ha még egyszer elmondanád, hogy melyek is ezek. Milyen érzések kellenek ahhoz, hogy ez kialakuljon? Igen, és szeretném ezt most akkor az előző képhez képest is részletezni, mert erről a képről minden nem derül ki. Ezt a két gócot jelöljük, vagyis jegyezzük meg. Itt bal oldalt van a félelem-undor konfliktusnak a reléje, az a glukagon relé. Tehát az undor konfliktus mindig erre az oldalra csapódik be. A másik relé, az viszont a gyomor relé, és ezt a relét, ha ide konfliktus csapódik be, akkor az természetesen a gyomor patkóbél epe hasnyálmirigy relét egybe van, tehát ez lesz a hányinger kiváltója. És ne feledjük, hogy azt mondtam, hogy a balkezes férfinak, ugye, és a balkezes nőnek az ellenoldalra csapódik be az adott konfliktusa. Ezzel a relével szemben itt ezen az oldalon, a női oldalon az identitás konfliktus található. Az undorfélelmi konfliktussal szemben pedig az ellenszegülési konfliktus reléje található. Tehát még egyszer, fent található az undorfélelem és az ellenszegülés, lent a hányinger, itt pedig az identitás konfliktus, vagyis ami a végbelet érinti. Én egy nagyon egyszerű és nagyon gyakorlati példát szeretnék erre felhozni, egy jobbkezes, kedves ismerősöm, egy hölgy, aki nincs megelégedve soha a testalkatával, pár kilót felszedett magára, és egy manapság nagyon divatos szer segítségével akart fogyni. Ez a szer egy nagyon sokba kerülő csomag részeként jutott el hozzá, és egy olyan táplálék kiegészítőről, vagy nem is tudom, fogyókúrás trendi módszerről van szó, amelyben valamit meg kell inni, egy folyadékot. Egészen furcsa íze van ennek a folyadéknak, én is megkóstoltam. Eléggé undorító, nyálkás íze van, kicsi fanyar is, és az embernek úgy nem jön, hogy még kérjen belőle egy kicsi pohára. Ez az undor állapot
ez oda fajult, hogy bosszankodott azon, hogy megvett több nagy kiszerelésű terméket ebből a fantasztikus fogyasztószerből, és akkor ezt most már meg kell inni, ha már megrendelt. Az egész család azon izgul, hogy akkor végre sikerüljön pár kilót leadnia. Viszont bosszantó, hogy ilyen sok pénzt kiadott érte. Ráadásul mindahányszor megitte ezt az undorító folyadékot, hány ingert is keltett benne. Tehát ez az undor félelem állapot, hogy félek, hogy megint hányni fogok. Erről nyilván nem is beszélt a családtagjainak, mert hát egy nagyon sok pénzt ráköltött, és egyedül élte meg azt, hogy mindahányszor ezt az italt fogyasztja, annyiszor megy hányni, és bosszantja is az, hogy így átverték. Ez az egy dolog szükséges volt ahhoz, hogy undorfélelem és bosszankodás is előforduljon. Vagyis sikerült a bulimiás állapotot létrehozni, és természetesen mindentől fogyott. Így van, és ez a szertitka, mert rengeteg visszajelzés volt arra, hogy mások is ugyanígy járnak ezzel. Tehát azért a szépségiparnak vannak ilyen trükkjei, úgyhogy erre legyünk figyelmesek, és figyeljünk oda, hogy az, ami undorít bennünket, és félelemmel is eltölt, az a legjobb út arra, hogy egy ilyen történetet kialakítsunk. Figyeljünk oda magunkra. Természetesen a szernek a nevét nem fogjuk elárulni, akármennyire is érdeklődnek esetleg egyesek, hogy így szeretnének lefogyni. Ez nem a fogyásnak a normális útja, és különben még szó lesz az elhízásról is ennek a webkonferenciának a kapcsán. Tehát amit pillanat, itt tehát még egyszer tehát a jobbkezes hölgynek itt megmutattuk, hogy a hány inger központja is, tehát a bosszankodása is, bocsánat, érintve van, és az undorfélelem. A balkezes hölgyeknél a történet ugye ott kezdődik, hogy más a konfliktusok sorrendje. Ő először egy identitás konfliktust él meg, de mint mondtam, az identitás konfliktus nem a végből relé becsapódik, hanem pontosan a férfias oldalra, és ebből adódóan lesz neki már jelen ez a relének az aktivitása, és ha ehhez megél még egy undorfélelmet, akkor a balkezes nőnél is adott lesz a bulimiás konstellált állapot. Mondjuk úgy, hogy félig konstellált, mert félig birtokzóna, félig pedig nem birtokzóna. A jobbkezes férfinál a történet nagyon egyszerű, ugyanaz, hogy van egy bosszankodása, és természetesen a bosszankodás után a jobbkezes férfi még megél egy ellenszegülést is. Ugye? De az ellenszegülésre már ő nem az inzulin relébe, hanem a túloldalra fog reagálni, és ezért alakul ki nála a bulémiás konstelláció. Mert ugye mondtam, hogy az első a jobbkezes férfinál a férfias birtokzónába csapódik, a második konfliktusa már csak a túloldalra csapódhat be. És férfiak undorfélelmet nem, inkább ellenszegülési konfliktust élnek meg, és ez átmegy, ezt a relét fogja érinteni. Ő továbbra is ellenszegül, de nála ez a relére érintett, és ezért alakul ki az, hogy hány ingere lesz dolgoktól, és ki fogja hányni. Most a balkezes férfinál megint csak a sorrend változik, mert ő először, a balkezes férfi először megéli az ellenszegülést, ami természetesen nála nem a jobb oldalra, hanem a bal oldalra csapódik be, ellenszegülés, és utána a birtok bosszankodás természetesen már csak erre az oldalra csapódhat be, és itt van a konstellált állapot kialakulása. Én azt hiszem, hogy végre a bulimiával kapcsolatos összes dolgot sikerült ezáltal
hát tisztázni. Amikor mind a két konfliktus, tehát, mint említettem, mind az ellenszegülés, mind az undorfélelem jelen van, akkor fogunk beszélni a kettes típusú cukorbetegről, de erről a cukorbetegségről még szeretnék néhány kiegészítést tenni, ami viszont már a mai medicinából származik. Ugye van időm a szakirodalmat is követni, és érdekes tanulmányok jelennek meg, amelyek nagyon elgondolkodtatóak. Látjuk ennek a tanulmánynak a dátumát, ugye 2013. február 19. Aki nem hiszi, járjon utána, nyugodtan megtalálja interneten. És a következő nagyon hát megdöbbentő eredményeket közlik. Azokat a kettes típusú cukorbetegeket, akiket inzulinnal kezelnek, azoknál kérem szépen kétszer több a miokardiális infarktus, mint azoknál a kettes típusú cukorbetegeknél, akiket nem inzulinnal kezelnek. Ugye látjuk a további eseménynek is a gyakoriságát, ugye 1,7-szer több a súlyos kardiális esemény, agyvérzés, vesekomplikáció, 3,5-szer több a vesekomplikáció az inzulinnal kezelt kettes típusú cukorbetegnél, mint az azzal nem kezeltnél. Neuropátia, szemkomplikáció, és itt a végén ne feledjük, hogy a halálozás is 2,2-ször több az inzulinnal kezelt kettes típusú cukorbetegnél, mint az azzal nem kezeltnél. Vagyis, ha csak metformint kap az illető beteg, akkor ezeket a dolgokat azért elkerüli. Ezek elgondolkodtató tények. Mint ígértem, Hammer doktort idézem ebből az előadásból a túlsúllyal kapcsolatban is. És nyilvánvaló, hogyha alacsony a vércukorszintje valakinek, akkor éhesen, mondjam úgy, hogy falánk módon nekiáll, magyarul úgy mondjuk, hogy zabálni, hogy helyreálljon a vércukorszintje, és ez természetes súlytöblettel fog járni, mert mindig több táplálékot vesz magához, mint hogyha normális lenne a cukorháztartása. Tehát itt csak az undorfélelemről van szó, és nem hányja ki mindazt, amit evett. A súlynövekedésnél viszont rámutott arra, hogy a vízvisszatartás konfliktus teszi ki a problémás eseteknek legalább a 90%-át. A mérlegnek ugye mindegy, hogy zsírt vagy vizet mér, tehát a súlynövekedés kapcsán elsősorban a magányosság létezés konfliktust kéne tisztázni, lásd veséről szóló webkonferencia anyag, ami az elmagányosodás a legsúlyosabb, mondjuk a társas magány, amikor valakit egy családban nem értenek meg, mondjam úgy, hogy leírnak, és a véleménye már nem számít, vagy semmi sem történhet úgy, ahogy ő szeretné, és egyre inkább elszigetelődik, és magába zárkózott lesz. Ez a magányosságnak a konfliktusa, de ott van az egzisztenciális konfliktus, a létkonfliktus, amikor egyáltalán a létezése kerül valakinek veszélybe, akkor is a vesegyűjtő csatornák lezárásával a víz bent marad a szervezetünkbe. Ezek azok a történetek, amelyek megölik a beteget, vagyis ha van egy másik gyógyulófélben levő programja, akkor az nem fog befejeződni, mert a veseje hamarabb leáll. Hány beteg kerül be valamivel a kórházba, jelzem epileptoid krízis során, és leáll a veseje, és egyszerűen ezzel magyarázzák a halál beálltának az okát. Ahogy Hammer doktor írja, az akadémikus orvoslásnak erről természetesen sejtelmesen volt, mivel ennek a vízraktározásnak, vesegyűjtő csatorna szindrómának tulajdonképpen semmi köze nincs a cukorbetegséghez. Tehát, ha egy cukorbeteg el van hízva, azért ezekre a dolgokra is jó lenne odafigyelni.
A diabétesz gyógyításáról Hammer doktor azt írja, hogy elsősorban ugye rá kell találnunk magára a konfliktusra és a konfliktus mechanizmusra. És itt megjegyzi, hogy az Istennek a gyógymódok kidolgozása előtt diagnosztizáltak. Tehát azért kell a konfliktust tisztázni, és a konfliktus körülményeit pontosan, hogy ne lépjen a beteg folyamatosan sínekre. Csak hogy, ahogy ezt Réka is említette, valójában mindig arról van szó, hogy kialakul egy viselkedés minta, és ezért, amíg a diabéteszes beteg nem hajlandó változni, nem hajlandó odafigyelni magára, hogy hogyan reagál dolgokra, addig igen nehéz lesz az ő vércukor szintjét valamilyen módon is beállítani. De amint itt Hammer doktor is kiemeli, hogy alapjában véve a diabétesz minden típusa gyógyítható. Az, hogy milyen értékre fog beállni a vércukor szinte, az a konfliktus időtartalmától függ. És az előző diabéteszről szóló előadásban is közöltünk riportot gyógyult cukorbetegről 20 évi konfliktus tömeg után. Majd a webkonferenciának a fórum részében többen is jelezték, hogy én is meggyógyultam a cukorbetegségből. A Hammer doktor a gyerekekkel kapcsolatosan a következőket írja le. Ugye épp olyan gyakori a hipoglikémia, az alacsony vércukorszint, mint a felnőttek esetében. A gyerekeknél is minden ugyanúgy történik, ugye, de senki sem ítéli meg súlyosnak az, hogyha a gyerekek torkosak. Ugye ezt megszoktuk, hogy ők gyorsan is sokat esznek. A félelem, undor, illetve az ellenszegülés, konfliktus ugyanolyan gyakori náluk, mint nálunk, viszont a gyerekek és a fiatalok meg a kezelése azért nehezebb, mert a felnőttek könnyebben tudják elkerülni a síneket, mint a gyermekek. És a felnőtt mondhatja, hogy ettől undorom van, ezt többé nem eszem, azonban a gyereknél ez nem ilyen egyszerű. Ugye azt mondják a gyerekre, hogy ó, ne viselkedj már így. Ebben az esetben nagyon fontos megemlíteni a gyermekek táplálási módszerét. Ezzel szeretném felhívni minden kedves anyuka és nagymama figyelmét arra, hogy csak még egy falatot a mama kedvéért, a papa kedvéért, és típusú játék, ami nem is játék ugyan, de ezt nagyon, nagyon kedvesen és nagy szeretetből gyakorlunk a gyerekekkel, az mennyire káros lehet. Megfigyelhető az, hogy nagyon sokszor az ellenszegülésünk, a nem tetszésünk valamilyen ételbe folytjuk bele, és igen, fel kell tűnni annak a gyereknek a családon belül, aki mindenféle problémáját az evésbe folytja. Nagyon sokszor a túletetés is ide, ebbe a kategóriába tartozik. Persze kompenzálunk bizonyos helyzeteket azzal, hogy legalább az étel, mint örömforrás az legyen az életünkben, de gondoljunk csak arra a gyerekre, aki nem kíván többet tenni, vagy undorodik attól a dologtól, vagy ahogy ezt kínálják neki. Ez is nagyon lényeges, de a család szerepére szeretném felhívni a figyelmet, mert undorító és félelemkeltő lehet nagyon sokszor a szülők viselkedésének bizonyos megnyilvánulási formája. Gondolunk itt a családon belüli verbális erőszakra, és hát sajnos nem csak verbális erőszakot látnak a gyerekek, hanem néha tetegességig fajuló veszekedéseket is végignéznek, vagy olyan viselkedési mintákat, amikben valaki nagyon komoly sérüléseket szenved el, akár testi, akár lelki szinten is. Ez is lehet egy félelemundor helyzet, hiszen félek attól, hogy én is kapok ebből a cselekedetből, legyen ez egy konkrét dolog, de undorodom is attól, ami itt zajlik. Nagyon sokszor a családi egyensúly megbomlásakor a gyerekek mindent jobban érzékelnek, és sokkal hamarabb észrevesznek, mint ahogy a felnőttek ezt gondolják, és ez is egy olyan helyzet.
Az, hogy egy gyerek mikor kezd el többet enni, mint amennyire szüksége van, és mikor van az a folyamat, hogy ő most torkoskodik, vagy falánk, az megint egy nagyon érdekes pont lehet, hogy hol válik el az egészséges falánkság, az egészséges kíváncsiság attól, ami már kóros vagy káros. Ez azt gondolom, hogy minden anyuka időben észre tudja venni, ha kellő mértékben figyel a gyermekére. Nagyon-nagyon lényeges volt, és köszönöm, Réka, azt a részletezést, mert a kérdés az, hogy mennyire figyelünk a gyermekeinkre, és mennyire veszük őket komolyan, felnőtt számba, hiszen a gyerekek is ugyanazokat a konfliktusokat élik meg, és ugyanazokat a betegségeket képesek megtenni, amelyeket mi megteszünk, és a gyerekbetegséget úgymond kinövi egy gyerek, csak arról szól, hogy a gyerek felnőtt, és felnőtt korában már nem azok a konfliktusok foglalkoztatják, ami gyerekkorában fontos volt. Tehát a gyerekkori cukorbetegség a szülő nélkül nem gyógyítható. Ez nyilvánvaló nem azt jelenti, hogy folyamatosan mindent ráhagyjuk egy éppen ránk bízott gyerekre. A ránk bízott alatt értem azt, hogy ezt valahol valaki ránk bízza ezt a gyermeket, és gondolok itt az égiekre. De vannak olyan gyerekek, akik alapvetően ellenszegülőbbek. Az akaratosabb gyerekekre gondolok, akik folyamatosan a dackorszakokat élik, a nem, majd én, nem így, nem ezt akarom. És ezekben az esetekben hogyan tudjuk ezeket a helyzeteket kezelni úgy, hogy egészségesen tápláljuk a gyermekünket, de ne betegítsük meg? Hát itt jön be a megfelelő kommunikációnak az ismerete, ami része a tanfolyami képzésünknek. De ne feledjük el, hogy a cukorbetegség sem örökletes betegség, hiszen, ha jól tudom, voltak ilyen vizsgálatok, hogy ikerpárokat a árvaházból különböző családoknak ugye kiadtak, és az a gyermek, aki egy cukorbeteg családba született, érdekes módon ő is cukorbeteg lett, pedig genetikailag semmi köze hozzá nincs. Nem született, hanem odafogadták örökbe. Odafogadták örökbe, és csak azért lett ő is cukorbeteg, mert azt a viselkedési mintát tanulta meg a nevelő szülőktől, hogy mindenki mindennek ellenszegül. Hát akkor ő is ezt tette. Igen, de egy nagyon akaratos, nagyon rigid nevelési struktúrával rendelkező ember gyakran félelmet is kelt a gyerekben, hiszen nem tudja kiszámítani, hogy az adott szó vagy mondat milyen hatást fog kiváltani a szülőből, és néha egy nagyon ellenszegülő ember undorító és félelmet kelt is egyszerre, és nyilván ez az egyetlen egy viselkedési mintázat van, az ellenszegülés, tehát ez egy teljesen adott helyzet arra, hogy egy megfelelő DHS ezt a választ váltsa ki. És csak hogy utaljak az előző webkonferenciák anyagára, ugye amikor a gyerek az első balkezes fiú, az első birtokzónás konfliktusát megéli, akkor még macsósabb lesz, még ellenszegülőbb lesz, még akaratosabb lesz, és már ezzel az akarattal, ha a környezete szembeszáll, akkor már jön az ellenszegülés is. Nem kötelező, de a lehetőség az ugye ott van. Szeretném azt is bemutatni, hogy a cukorbetegség, amit kettes típusú cukorbetegségnek neveznek, az egyszerűen mondjam úgy, hogy lelki tényezők nélkül is kialakul, csupán fizikai, illetve táplálkozási problémák miatt. Ugyanis ezek a hipermarket gazdaságos szemetek, amelyek a szervezetünkbe felszívódnak, a sejtközeti állományt nagyon nagy mértékben szennyezik, és gátolják az inzulin felhasználását sejtszinten, és ebből lesz a magas inzulin szint. És ennek a magas inzulin szintnek nem csak a kettős típusú cukorbetegség megjelenése lesz a következménye, amit itt a kéz alatt NIDDN rövidítéssel látunk, nem inzulin dependens diabetes mellitus, hanem ennek a következménye lesz az elhízás, a magas vérnyomás, a
A zsíranyagcserezavar, trombózis hajlam. Jelzem, ezt a rajzot egy orvosi szaklapból fényképeztem ki, és a szerdai webkonferenciákon rendszeresen bemutatom. Tehát itt pont arra hívom fel a figyelmet, hogy sejtszinten is rendbe kell hoznunk magunkat. A germán gyógytudomány a lelki szintű megélések következményeiről szól, de sejtszinten is van tennivalónk, akit érdekel, a szerdai webkonferenciára feljelentkezik. A tüneti terápiás lehetőségekről Hammer doktor a következőket írja. A bevethető tudás magától értetődő előfeltételek, a normál inzulin, elhúzódó hatású inzulin kenyéradagolása, vagy a vércukor lebontása mozgás segítségével. Vagyis a germán gyógytudományban nem mondunk le azokról a dolgokról, amelyek segítenek a vércukor háztartás rendezésében, de természetesen ezek ideiglenes megoldások, mert köddé válik a cukorbetegség, ha a valós okokkal foglalkozunk. Azt is írja a germán gyógytudományról dr. Ikegert Hammer, hogy a germán gyógytudományban ez a tüneti gyógykezelés azonban ideiglenes, mert normális esetben végül köddé válik a cukorbetegség. És ha még egykori kollégáim vissza is vonták praktizálási engedélyemet, mivel nem voltam hajlandó felesküdni az akadémikus orvoslásra, a felfedezésemért pedig kétszer börtönbe zártak, a jövőben akár akarják, akár nem, mindenkinek tiszteletben kell tartani a tényeket, mivel egyszerűen, bizonyíthatóan helytállóak. Vagyis a germán gyógytudomány alap a megértéshez rámutatta arra, hogy a betegségek nem függnek a nemtől, kortól és egyéb statisztikai tényezőktől, amitől a jelenlegi medicina függővé teszi valamilyen betegségnek is a megjelenését, viszont függnek az úgynevezett betegségek a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától, attól, hogy konfliktus aktív szakaszban vagy megoldási szakaszban van, avagy hogy milyen hosszú volt a konfliktus aktív szakasz. Függ attól is, hogy hányszor recidivál, és ezek a konfliktusok halmozódásai viszont a személyiségünket is befolyásolják, a hangulati változásokat is, mint ahogy azt már korábbi előadásainkban elmondtuk. És a germán gyógytudomány azért is alap a megértéshez, mert a fel nem oldott érzelmi konfliktusok feltárásával és megoldásával valójában az okokat oldjuk meg, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. És a germán gyógytudomány tényleg egy tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. A mai medicinára ez mind nem jellemző. Nincs benne olyan, hogy egyeseknél ez lesz, de másoknál meg az, hogy 80%-nál így alakul, és 20%-nál másképp alakul. Nem a statisztikán, nem az állatkísérleteken nyugszik, vagyis ezeket teljesen felesleges végezni, viszont az embriológiára épül, és az öbbiológiai természettörvényre, ami teljesen egyszerű és logikus, mindenki által megérthető, megtanulható, csak hogy ha érzelmileg nem tudom megoldani magát a konfliktust, akkor szenvedhetek tovább tudományosan vagy okosan. Nagyon szépen köszönöm, drága Karec, ezt a fantasztikus előadást, és önöknek is köszönöm a figyelmüket. Most a fórum rész következik, ahol először ezzel a témával kapcsolatos kérdéseket várjuk, hogy tegyék fel.